Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Na, hol kezdjem? Hol kezdjem? Van egy ilyen százas lista, nem lenne elég rá öt nap, hogy elmondja az ember. Hát szokták mondani, hogy halottról jót vagy semmit, de ez a halott annyi pénzt csinál, amennyiről mondjuk a Battlefield álmában sem gondolja. Még mindig ahhoz képest, hogy Steam-en indulás napján 16 ezeren játszották csak a játékot, ezelőtt pár évvel a Black Ops pár év, ezelőtt egy évvel a Black Ops 3-at 65 ezeren játszották, ez csak 13 ezeren, a sajnálatos tény, hogy a COD 4 remastered is csak 6 ezeren játszották Steam-en csúcsidőben na de hol kezdjen most, nem a COD 4-ről van szó, most csak az Infinite Warfare-ről van szó, és Hát ilyen srác, hogy kezdjük a jó hírekkel, jó? Kezdjük a jó hírekkel. A single player epic, látványos, izgalmas, fasza, nagyon jó karakterek, és oké okay történet. Lezártuk. Ennyi. Ennyi, ami a jó abba a Tetves Infinite Warfare-be. Most komolyan, ráadásul, ráadásul még képesek voltak ezt megcsinálni. Aki Steam-en veszi meg a játékot, és aki Windows-on veszi meg a játékot, azok a játékosok nem fognak együtt játszani, soha nem kerülnek egy uh, szerverre, külön választották őket, nehogy már. Tehát így teljesen ellent mennek a, a, a vásárlóknak gyakorlatilag, Teh az, hogy lehet, hogy lehet, hogy lettek volna 50 ezren, értitek, vagy nem tudom, 30 ezren a játékosok a csúcsidő napján, de nem, mert a, aki Windows-on vette meg, az valahol külön van, a, a Steam, aki Steam-en vette meg, az meg valahol külön van. Szóval még össze-vissza uh, csinálták ezt az egész uh, rendszert is. Egy kicsit sajnálatos, igen, a kód az már nagy konzolos dolog lett, és köze nincs a PCS, de ugye azért jó lenne valamit oda tenni a pc és közönségér is, és nem, nem nagy hülyeség, mivel hogy a PC-s közösségnek van a legnagyobb hangja. Ha valamit a PC-s közösség lehúz, akkor az le lesz húzva egy büdös életre, és mások rá se fognak nézni. Szóval kicsit azért valamit kellett volna alkotni, ha talán itt van. Na, rá, térjünk rá a multiplayerre. Azt a tetves fáradtságot sem vették, hogy valami új térképet csináljanak tehát nézzétek meg ezt itt, ez itt kiköpött, ez a térkép kiköpött Call of Duty Ghost. Érted? Nem, nem hogy módosítottak rajta volna valamit, egy út van nem, kiköpött ugyanazt. Aztán van itt MV3 Resistance nevű pálya, és tehát gyakorlatilag minden pályát egy az egybe, ami benne van a tetves multiplayerbe, átültettek ebbe. Jó, csináld ki egy másik épületet, éppen vannak új fegyverek, más színezés, itt ott, ahol nem ház van most egy barlang, tök mindegy, és ez meg minden térképet ettől legye megfogták és átrakták. Hogy lehet ilyen tetves, lusta munkát csinálni, érted? És elkérik érte a 60 eurót, meg a 120 eurót, érted? A két játékért egy DLC ki minden És mit fogunk kapni a DLC-be? Majd még-még remastered izé pályákat? Ja, és ugye visszahozzák a fan favorite fegyvereket. Hát persze, mit hoztak vissza? Visszahoztak egy Black ops Opsból a Peacemaker-t. A Peacemaker-t kiszerette az meg a Black Ops éppen megjelent három vagy kettő, hát tök mindegy. És a Peacemaker, a fan-favorite fegyver, senkit nem érdekelt az a fegyver már, amikor megjelent, akkor se. Legalább az interventiont visszahozták. visszahozták. Hmm, ne rohannak, értitek? Szóval egyszerűen fantasztikus, hogy hogyan ö, elveszik az embereknek a pénzét az enyémet oké, okay, hogy elvették, mert én tudtam, hogy mire vállalkozom. Tehát én tudtam, hogy ebben nem lesz nagy új, csak annyira szerettem volna játszani a Code 4 remaster de hogy én leszartam, tehát megvettem. Érted? De egy olyan, aki vágyik, egy, ú, egy jó multiplayer um, élményre, az meg ne vegye a Call of Duty-t most, mert, mert akkor át fog csalódni. Aki mondjuk két éve nem játszott a Call of Duty-vel, és most ú, azt mondja, hogy ú, nem ez az a Call of Duty, amit meg kell venni. Egy lusta, undorító munka, amit csináltak itt multiplayer terén, a térképek, mondom, egyszerűen egyenes koppintási az előző Call of duty -nak. szinte az összes, hanem az összes, Majd biztos vagyok benne, hogy az összes, nem tudtam, hogy miért olyan ismerősek a térképek, miért áll rá a kezem bizonyos reflexekre, és bizonyos sarkokra, meg mindenre, és, és, és így nem értettem, hogy mi az Isten, és egyszer csak így buff leesett, tehát bazd, én ezzel a térképen játszottam ebben a MV3, ebben a térképen játszottam, Call of Duty Ghost, ha egy Call of Duty ghost szeretnék játszani, bazánk, akkor letöltöm, mert megvan, és azzal játszok, de hogyha már megveszek egy új tetves Call of duty akkor adjatok már egy normális multiplayer adjatok már új térképeket. Ráadásul a térképek egy olyan hektikusságban vannak megcsinálva, és semmi tetves logika, csapatmunka, semmit nem lehet mögé felvonultatni. Van egy központi rész, ahova tomoltosul és irányosan bemegy minden útvonal, és ahova kumatosul egy nagy ugra, bugrálás, és össze-vissza lövöldözés, egyetősz, egyet az egyetősz, egyet ebből áll az egész. És hogy lehet ennyire igénytelenül megcsinálni uh, egy, egy Call of duty tehát Hogy juthatott el idáig uh, ez a cég? Még nincs vége. Uh, beszélgessünk egy kicsit a fegyverekről, mindenről. El kell ismerni, oké, okay, el kell ismerni a menürendszer, fantasztikus, de és imádom, hogy megveszek egy játékot azért, hogy fantasztikus menürendszere legyen. Tényleg, tök jó bemutatja a karaktereket, a, a, a kosztüm, tehát így, 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 jól kivont a, a pofás, tudod, így, úgy meghozza a kedvedet, meghozza a kedvedet, hogy Anyát anyád, ilyen jól indul a játék, és így, hú, na, ja, tök jó, tök jó, ez, 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 ez egész jól indul, és belépsz a multiplayerbe, és ez meg. Mi a faszom ez? Mi a faszom ez? Érted? Nem a tetves menürendszeré vásárolok meg egy játékot. A customizése és a karakter minden lófasz az, az gyakorlatilag egyenes koppintása a Black Ops 3-nak, úgyhogy szeretted a Black Ops 3-at, akkor nesze itt van egyenes koppintás. A multiplayer csak imádkozol a játékmenetre, csak imádkozol, hogy olyan jó legyen, mint a Black Ops 3-é. Tényleg, a Black Ops 3-é az elmúlt idők egyik legjobban sikerült ö, multiplayer élménye ö, a Call of Duty-n belül, de, de itt, itt csak imádkozol, hogy ez legyen. Na hol kezdjük? Kezdjük, kezdjük ott! Mi az elismerende a Multiplayer-be? Fantáziadús fegyverek, viszonylag egyformán néznek ki, nem pálya. Viszonylag fantáziadúsak, tök jó meg van, csinálni, És a rengeteg kütyű ami, már, ami a játék már rögtön az elején oda dobálja neked. A faszom gránát fajták meg, tűzgránát meg, összvisz robbanó gránát meg, kis droid követő gránát, a pöcsnek van szükséged ennyire. Némelyiket egyenesen ki sem lehet kerülni, tehát az agyad már nem tud felkészülni ennyi fajta ingerre, magyarul ennyi fajta gránátra például, amit ez a játék felfaszom sorakoztat. Értitek? Tehát egyszerűen ö, katasztrofális. Tehát, ú, mi lesz, hogyha ennek ilyen kránátja vannak? egyik rádmászik a másik eléget, a harmadik, ha egyet robban, akkor ötöt robban. Tehát nem, hogy még véletlenül is megúszt. Reakcióidő a játékon belül csak annak van, akinek egy olyan atomgépe van, hogy tényleg elbír a 90 FPS-re, ja, mert ugye a 90 FPS-re lekorlátozták a játékot, akinek megvan a 90 FPS, és az Advanced Warfare világában született, annak esetleg meg lesz a reakció idője, hogy bármilyen ö, ö, interakcióra reagáljon ebben a játékban, aki ö, inkább az a föltöz ragadtabb játék, és ez meg van halva, Kolovita. Én speciál, tényleg minden erőmmel igyekeztem a legjobb játékomat hozni, és egyszerűen ráadásul kezdjük ott, hogy a laptop miatt meg sincsen a 90 FPS, egy olyan 60 és 80 FPS között játszok, tehát jól értitek, 20 FPS ingadozással játszol, tehát ha nincs tényleg egy 1070-esed a gépedve, egy 1080-esed, láttam olyan kommentet uh, Steam-en, hogy valakinek egy 1080-ason a gépébe, i7 6. generáció, 16 giga memória, felhúzva maxról a játék, csak 40 FPS-t adott neki. 40 FPS-t, 1080-as, GTX 1080-on. Ember! ilyen optimalizálatlan fos szart nem látom. Ez sajnos igaz a Code 4 -re is. Szóval, de elfut. Tudjátok, az a, az a jó, hogy van egy tök jó, egy iszonyat jó gamer laptopom, és hála Istennek ez a ez a laptop, ugye amit utazásra vettem az európai körútra, ez, ez mindent megtesz azért, hogy a játékot a leggyönyörűbben és a legstabilabban elfutassa. És hála Istennek ezért van az, hogy hogy Tudok játszani vele. Mert hogyha nem tudom, hogyha egy, egy másik gépem lenne, amiben tényleg nem egy GTX 1070-es fut, akkor mi a fasz? Érted? Mondt egy ismerős, hogy egy GTX 980-at futtat, és, és nagyon uh, kellemesen fut neki, meg van a 90 FPS-et, tök boldog vagyok hozzá. De azért, azért gondoljátok végig némileg elég durva, hogy milyen erőmű kell hozzá, összehasonlítva a Battlefield 1-el. Értitek? Battlefield 1 60 fps re fut hájon nálam, tehát ez, ez mi, a, mi a franc, tehát hájon játszik egy gamer lap, egy laptopról van szó, értitek? Tehát egy gamer laptopról van szó, és 60 FPS-sel fut hájon a BF1, akkor meg le kell vegyem lóra, hogy elfusson 60-80 között? Ez egyszerűen fenomenálisan undorító. Na, de nagyon eltértem a témától. Öhm, Beszélgessünk ugye a fegyver. A kütyükről már ugye lehortam az összeset. Nem elég, hogy kapsz egy gránátot, és mész, és akkor fölrobbantod, és valami nem kell kapnod. 60 féle gránátot, ami ellen 60 féle képpen lehet védekezni, és már nem tudod, hogy ki mit hol válaszol. Értitek? Tök jó ez a védelmi bu burok, vagy valami, ami itt van a játékban, de, de tök haszna vehetetlen egy alapból. Megakadályozza a játékot. Kettő fegyverek. A fegyverek egyszer a time to kill gyors másoknak. Neked nem. Nagyon jó, A time to kill túl gyors. Tényleg nem ad reakcióidőt. Abból áll a játék, hogy egyetősz egyet, egyetősz egyet, egyet, egyet halsz, sajnálatos módon. Ha megvan hozzá az erőméved, és ügyes játékos vagy, akkor oké. Okay. De egyszerűen, ha ráadásul benne leszel, elkezdesz benne lenni a kill streakben, akkor viszont le tud darálni a pályát. Tehát egy ember hatalmas előnyt tud megszerezni a pályára. A pályán, és és véletlenül az, az, az igazság az, hogy véletlenül se higgy az az egyenben, hogy a skill miatt csinált ezt, nem? Egyszerűen a játék nagyon durván kezdi el jutalmazni a különböző uh, fegyverekkel, a különböző perkekkel, nagyon durván kezdi el jutalmazni azt, aki uh, ugye öl egyet, ha már ölsz kettőt, még jobban, még jobban, még jobban, és, és egyszerűen így felhúz a játék automatikusan arra a szintre, hogy te prónak érezhess magad a fegyverek, már annyira lebutított, undarító változaté mindenkinek, hogy a, Egy csecsemő megfogja a kezébe az egeret és random össze lő, akkor is tudja, hogy le tud lőni valakit. Tehát teljesen kivették a, a Skilgepetet és az egészet egy ö, középre irányuló ugra bugráldának lehet mondani, semmi ö, trükköség nincs benne. Egy, egy példa, játszott az Infinite Warfare multiplayerrel, tehát öltem, haltam, öltem, haltam, öltem, haltam, ez gondolom látszik is a videóban, tök mindegy, és. És átmentem kód 4-be, és valamiért nem ez volt. Tehát valamiért nem ez Lehet azért, mert meg kurvára ismerem a kód 4-et, de majd arról is csinálok egy videót, és meglátjátok, hogy mire gondolok itt ez alatt. És, és egyszerűen így... Nem tudod hova tenni a kettőt, a kettő nem, ugye, ez az Infinite Forte multiplayerre már nem. Hál' legalább a single player jó. Tényleg, a fegyverek, amilyen fantáziadúsak, annyira rosszak. A kütyük, amiket kapsz, amilyen fantáziadúsak, annyira rosszát teszik a játékot. És a perkek, amit kapsz, a különleges fegyverek, amit kapsz, már a Kodgosztos is egy kicsi... Ö, bocsánat, a Black Ops 3-as is egy kicsit, mm, volt. Na, elmegy, kategória, oké, okay, ez az első, nézzük meg, hogy milyen. De öcsém, azért, amit uh, leműveltek uh, az Infinite Warfare-be, ez már undorító kategóriába megy. De tényleg. És, és ez a játék multiplayer-re jól néz ki, de nem élvezet. Nem élvezet játszani. Szóval mennyi játszák kódni egy remastered-et, ha megvetted? Mert az egy Call of Duty, olyannak kéne lennie a Call of Duty-nak. Érted? Vagy játsz a sima vagy ö, nem tudom, tehát játsz az MV2-vel, nem járom nem, mert rengeteg a cheater, mert biztos már MV2-vel, de ne ezzel a koddal. Tehát, ha megvetted zsír, akkor te is kodfan vagy, vagy fel voltál készülve, hogy valami olyasmit kapsz, ami nem az igazi ö, a pénzedért, de annyira élvezed a játékot, hogy leszorod, de ha arra készülsz, hogy megvedd még véletlenül sem, Ha csak a Kod négy érdekel belőle, várj várj még egy kicsit, mert szerintem szét fogják szedni a két játékot, és megvásárolhatod külön a Code 4-et is, de várj, mert az Infinite Warfare nem éri meg a pénzét. Sászok, hamarosan lesz egy Code 4 multiplayer kiértékelő videó is, fogunk arról is beszélgetni egy kicsit mi új, mi változott, mi nem változott, de addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!